Ah, grüß dich, Margarita. Wie geht es dir? Margarita? Ist alles in Ordnung? Egy feszültségekkel teli vígjáték a Szekszárdi Német Színház új bemutatója, Nem fizetünk. Locz Katalin igazgató azt mondja, ez a darab adta magát, hiszen olyan társadalmi feszültségeket boncolgat, mint az elszegényedés és ennek megélése. A címe is az, hogy nem fizetünk, mert arról szól, hogy erős árdrágulás van, és ezért már nem lehetnek fizetni az ételeket sem. A darab maga Olaszországban játszódik, a 70-es években, és annyiban tényleg párhuzamot lehet vonni a mai helyzettel, hogy érezhető egy elég erős drágulás. Persze a háttérokok nem ugyanazok, de azt szerettük volna elérni, vagy szeretnénk elérni, hogy erről a jelenségről, hogy drágulás van, és hogy egy nagyon erősen érezhető drágulás, mégis tudjunk nevetni. A millió az a munkás, az egyszerű embernek a közege. A sok komoly darabunk mellett, bár egy olyan üzenettel, ami szerintem mindenkit érdekel, vagy mindenkit érint, tudjunk eltölteni felhőtlen két órát. Ja, und der Papst sagt, es ist eine Todsünde, die Pille zu nehmen, und wenn der Papst das sagt... Also, bist du noch ganz dicht? Du redest wie eine Irrsinnige. Eine Pille, die nicht wirkt, weil sie gar nicht nimmt. Der Papst! A darab története az, hogy amikor Antonia hazaér, el kell rejtenie a lopott holmikat férje, a szabálykövető Giovanni elől. És még a rendőrség elől is, akik nagy erőkkel nyomoznak a lopott cuccok után. A helyzet számos komikus szituációt szül. A rendező Kilian Klappen számára nem ismeretlen a Szekszárdi Színház. Eddig 3 darabban lépett színpadra, de rendezőként is ez a második előadás, mely a kezenyomát viseli. Azt gondolom, egy aktuális témához sikerült nyúlnunk, mert hogy egész Európában nem csak Magyarországon probléma a drágulás, a napi szükségletek árának emelkedése. Ez a darab egy csodálatos komédia, amely bátorságot is adhat az embereknek arra, hogy harcoljanak az érdekeikért. Ha baj van, nem magát a szituációt nevetjük ki, hanem az a vicces, ahogy a szereplők elkezdenek tenni a probléma ellen, és ezáltal folyamatosan komikus helyzeteket idéznek elő. Van egy feszültség az élet és az egymás gerjesztő komikus megoldások között, ez adja a darab feszültségét. Paula Donner a darab női főszereplője, állandó tagja a társulatnak. Azt mondja, számára idegen a helyzet, hiszen soha nem kellett megélnie, hogy szükségből olyat hazudjon, ami lavinát indított el maga körül. Nyilván gyerekként volt olyan, hogy füllentettem, de ez a helyzet idegen a számomra, mint ahogy az is, hogy boltból lopnom kellett volna, szemben a mostani karakteremmel. Ez nyilván szórakoztató, hiszen megélhetek olyan helyzeteket, amit az életben soha nem tennék. Persze az, hogy a szükség visz rá, hogy kirámoljak egy szupermarketet, nem boldogító, de ez vígjáték, és ez oldja a helyzet nehézségét. Szóval élvezetes. És soha nem ítéltem el azokat az embereket, akik szükségből loptak, így aztán nem befolyásolja a darab a szemléletemet ebben a kérdésben. A Nem fizetünket a Színház június 28-án és 29-én tűzi műsorra újra Szekszárdon.